Látványos akcióval hívták fel a figyelmet a klímavészhelyzetre a Greenpeace aktivistái szerda este. A Hősök terén felállított installációt lángba borították, hogy így szemléltessék, mi vár a Földre, ha nem teszünk azonnali lépéseket a klímaváltozás hatásai ellen. A performance előtt beszédek hangzottak el a téren, ahol Rodics Katalin, a Greenpeace agrárkampány felelőse kiemelte, hazánkat különösen sújtja az ökológiai válság, ezért az egyének mellett az ország döntéshozóinak is cselekednie kell. Perger András, a Greenpeace klíma és energiakampány felelőse arról beszélt, civilizációnkat a kihalás fenyegeti, de van még remény. Perger konkrét példákat is mondott, mit tehetünk annak érdekében, hogy nyomást helyezzünk a politikusokra és valódi változást érjünk el világszerte.